Közösen énekeljük el a himnuszt. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves volt tanítványainkat, akik megjelentek oklevelek ünnepélyes átvételén, kedves hozzátartozóikat, meghívott vendégeiket, megjelent tanártársaimat, mindenkit az aulában. Kérem, hogy engedjék meg, hogy bemutassam az elnökség tagjait. Elsőként a gépészmérnöki kar tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettesét, dr. Hős Csaba docens urat. A gépészmérnöki kar oktatási dékánhelyettesét, dr. Györke Gábor adjunktus urat. A gép- és terméktervezés tanszék munkatársa, dr. Csobán Attila adjunktus urat. A gépészkari hallgatói képviselet elnökét, Richter Kristóf hallgatót. A gépészmérnöki kar dékáni hivatalának vezetőjét, dr. Szabó tanármester tanárt. Végezetül bemutatkozom én is, dr. Orbulov Imre Norbert vagyok, a kar dékánja. A mai ünnepségen a két ciklusú képzés keretében mesterszakon végzettjeinknek 86 diploma, alapszakjainkon végzetteknek pedig 175 diploma kerül átadásra, ez összesen 261 diploma. Ünnepségünk első pontjaként felkérem dr. Csobán Attila adjunktus urat ünnepi beszédének megtartására. Kedves dékán úr, köszönöm a szót. Tisztelt kolléginák, kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az elsők között köszönhetem önöket ezen a jeles napon.
Gratulálok Önöknek, hiszen már csak egy készfogás választja el Önöket frissen megszerzett mérnöki oklevelüktől. Gratulálok Önöknek, mert életükben már nem először, de talán egy a legjobb döntést meghozták, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki karának rangos képzését választották. Nem akármilyen oklevelet vesznek ma át. Tudjuk mi is, hogy az idáig vezető út hosszú volt, néha rögös. Sokszor hallottuk talán már, jó magam is, hogy az egyetemi évek életünk legszebb évei közé sorolhatók. Bevallom őszintén, egy-egy szigorlat, matematika vizsga, vagy netán gépelemek vizsgára történő felkészülés alkalmával a sokadik átvirasztott éjszaka után nem fogadtuk talán őszinte mosolyal az ilyen kijelentéseket és megjegyzéseket. Pedig volt benne igazság. Kárpótolta Önöket is az a megszerzett ismeretanyag, amely segítségével leírhatjuk a minket körbevevő világot, megérthetjük, persze tudományos ismereteink határain belül. Motiváltságuk, tudásvágyuk, de legfőképpen kitartásuk meghozta az eredményét. Önök a magyar felsőoktatás legértékesebb műszaki oklevelét veszik át ma. De ne feledjék azonban, hogy köszönettel és hálával tartoznak mindazoknak, akik bármilyen mértékben és formában, de hozzájárultak az Önök sikereihez. Ők támogatásukkal, szeretetükkel, tanácsaikkal, az egzisztenciális háttér biztosításával segítették Önöket céljaik elérésében. Ők a szüleik, családtagjaik, párjuk, barátaik, ismerőseik. Zárójelbe talán nem sértődnek meg, ha azt mondom, hogy oktatóik is. Ez az ünnepség ma nem lezárása életük egy fontos szakaszának, hanem egy új szakasz kezdete. Önök egy olyan exkluzív klubnak lesznek a tagjai mától, amit úgy hívunk, hogy a BME-s Mérnökök Klubja. Olyan magas szintű tudás birtokában vannak, amely már hatalom. Hiszen ennek a tudásnak a birtokában képesek jobbá, élhetőbbé formálni környezetüket, együtt pedig akár globális változásokat eredményező tettekre is képesek. Fontos, hogy az itt megszerzett tudásukat nem veheti el Önöktől senki. De nagyon fontos, hogy azt mindig napra készen tartsák, bővítsék. Ha ez olykor egyedül túl nehéz feladat, ne feledjék el, kérem, hogy a BME kapui mindig nyitva állnak Önök előtt. Bármikor látjuk Önöket viszont, nagyon szívesen. Akár mesterképzés, akár egy PhD program keretében. Akár csak kérdésük van. Megnyílik Önök előtt most azonban a világ is, újabb és újabb kihívásokkal adva értelmet az életüknek. Legyenek egy adott feladat probléma megoldása közben kritikusak, de tiszteljék elődeik munkáját. Bízzanak magukban, és egy percig se hagyják, hogy a szakma iránti szeretetük és tiszteletük meginogjon. A mérnöki gondolkodásmódot alkalmazva tegyék jobbá az egyre nagyobb mértékben terhelt, kihasznált világunkat. A világunk, a bolygónk felülete véges. Mi emberek egyre többen vagyunk. Ez mind újabb és újabb mérnöki kihívásokat és célokat teremt. Fogadják meg, hogy a tudásukat csak is jóra használják, munkájukat ne a pillanatnyi haszon hajtsa, hanem a jobbá teszem a világot életérzés, az alkotás szeretete. Látjuk, hogy sok olyan körülmény, amelyről hittük, hogy stabil és törhetetlen, az valójában nagyon is érzékeny rendszer része és sérülékeny. Gondolhatunk itt a járványhelyzetektől, a béke megingásán át, egészen a gazdaságra gyakorolt hatásokig. Nem kis kihívásokkal kell szembenézniük, de mindig és minden körülmények között tartsák meg a hitüket, lelkük tisztaságát. Mindig legyen tiszta a szemük előtt kitűzött cél. Itt az ideje, hogy karriert építsenek, megteremtsék a szükséges anyagi körülményeket, amely biztos hátteret jelent Önöknek is a jövőben. Sokan Önök közül már az egyetemi tanulmányaik alatt is dolgoztak, de mától fogva olyan munkahelyen dolgozhatnak, ahol kiteljesedhetnek emberileg, lelkileg és boldogan
végezhetik munkájukat. De felnőtt életük nem szólhat csupán karrierről és munkáról. Engedjék meg, hogy egy pici kitérőt tegyek. Szeressék és tiszteljék a párjukat, találják meg, szeressék, tiszteljék a párjukat, alapítsanak családot, neveljenek gyermeket, és tanítsák meg nekik, hogy azokat a hibákat, amiket mi elkövetünk, azokat ők már ne kövessék el. Nagyon sok boldogságot és hosszú, szakmai és magánéletet sikerekben gazdag, boldog életet kívánok önöknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen az ünnepi beszédet. Most pedig rendezvényünk hangulatát emelendő, javaslom, hogy hallgassunk egy kis zenét az Ép Gép Trió előadásában, aminek tagjai dr. Cétány László basszusgitár, dr. Érces Norbert gitár és dr. Jasper Andor szaxofon. Talán mondanom sem kell, hogy mindannyian a BME gépészmérnöki kar munkatársai.
Köszönöm szépen a mérnök urak előadását. Most pedig elérkeztünk ünnepségünk lényegi pontjához, az oklevelek átadásához. Ezt megelőzően fel kell olvassak egy határozatot, amely mérnökké nyilvánítja önöket. Kérem önöket, illetőleg az elnökség tagjait, hogy a határozat felolvasásához legyenek kedvesek felállni. Most pedig önöket, akik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki karán a szabályszerűen megalakított záróvizsga bizottságok előtt az előírt képzettséget bebizonyították, okleveles gépészmérnöknek nyilvánítom. E határozatot, mint a gépészmérnöki kar dékánja, a diploma átadásakor kézfogással megerősítem. Kérem, hogy felszólításukkor kézfogásra és az oklevél átvételére fáradjanak ki. Foglaljanak helyet. Tájékoztatom azon hallgatókat, akik alumni kártyát igényeltek, hogy a pódiumról lejövet, azt átvehetik a kisasztalnál. Az átadásra kerülő oklevelek közül a legjobb tanulmányi munkát kitüntetéses oklevéllel ismerik el. Ilyen oklevelet érdemel, aki a záróvizsga minden tantárgyában jeles eredményt ért el, diplomamunkájának vagy szakdolgozatának a záróvizsgán megállapított érdemjegye jeles, amennyiben van, akkor valamennyi az oklevél megszerzéséhez szükséges szigorlatának osztályzata jeles, és a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó halmozott, súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,25%. Gépészmérnöki mesterképzési szakon kitüntetéses oklevelet szereztek. Ádám Bálint Árpád. Fatér Zoltán. Gáspár Csaba. Lajkó Benedek. Majoros István. Minkó Martin. Molnár Dávid. Molnár Jakab. Rozsnyai Mihály. Solti Kálmán távollétében. Szalai Szabolcs Kornél. Szili Ákos. Vödrös Szabolcs. Víder Ákos. Gépészmérnöki mesterképzési szakon oklevelet szerzett. Bencsik Dóra. Bence Márton. Cellér Bálint. Cémán Domonkos.
Dobrovics Bálint. Domingo Dániel. Eszenyi Ádám. Farkas Bálint. Fazekas Lajos Máté. Ferber Kristóf Ferenc. Fónagy Patrik. Gongola Tamás. Távolítében. Griger Bálint György. Herpai László. Jakubovics István. Kálmán Balázs József. Kasó Ferenc Áron. Kis Marcel. Klung Máté. Koló Kristóf. Kretz Martin. Lukácsi Dávid Lajos. Aki diplomamunkájáért dr. Varga József Gépészmérnök Oktatási Alapítvány Pál József díjában részesült, a díjat dr. Hős Csaba egyetemi docens, dékán helyettes adja. Málics Marcell. Mándi Zsófia Boglárka. Mihály Levente. Mitró Sebestyén. Móricz Szilvia. Mózer András. Nagy Kristóf. Nagy Tamás. Nagy Zoltán Roland. Nyári Szilvia.
Ofra Gábor. Páli Kristóf. Parlagi Márk. Péter Tamás. Petrovszky Dániel. Pincés Zsuzsanna. Rakusz Máté. Retter Barnabás, távol létében. Rihli Ákos. Sali Dávid. Sánta Péter. Simon Péter. Siska Áron. Szalai Péter. Széles Zoltán. Szijjártó Ádám. Sziva Norbert. Akinek ma van a születésnapja. Szobodek Kristóf. Takács Péter János. Tasi Zoltán. Tatai Álmos Gábor. Deski Tamás Ferenc. Toldi Ákos Levente. Tolnai Ferenc. Tóri István. Varga Szilárd. Vas Rihárd Lajos. Vejsz Ádám. Gépészmérnöki alapszakon kitüntetéses okleveleket szerzett Farkas Ádám.
Gépészmérnöki alapszakon oklevelet szerzett, András Dávid. Apollónia Dániel. Babós Benyámin. Bakacs Viktor. Balassa Balázs. Balogh Csilla Júlia. Balogh Levente. Balogh Róbert András. Bán Gellért. Baranyai Zénó. Barta Zoltán. Batta Tamás Barnabás. Bene Ákos. Benyus Ágoston János. Berkes Dániel. Bíró Péter Pál. Bodó Marcell. Bogan Márk. Bogyó Bálint János. Bóka Ferenc. Bondár Dominik. Borbás Péter. Böjt Máté. Brent Dániel. Breznai Csaba. Bukta Gergő László. Csé Nagy Eszter Sára.
Cseh Bettina. Csende Bálint. Csík Dorottya. Cél László Dávid. Dabi Marcel József. Demeter Ádám. Dethi Benedek. Dobrovics Dániel. Dombóvári Gergely. Angel Ákos. Eszenyi Tamás. Fehér Ádám Bálint. Fehér Márton. Fehér Szabolcs. Ferenci Péter. Fiam Richard. Fülöp Gergely János. Gácsi László. Galambos Dominik. Gila Bálint. György István. Habaz Réka. Hausil Péter. Herőci Sándor. Homoki Gergely. Honti Szilárd. Horváth Péter. Horváth Ádám.
Horváth Dániel. Horváth Gergely Ferenc. Hunzsa Ferenc Kristóf. Ilinyi Blanka. Illés Zsolt. Incefi Pálma Emese. Jakus Péter János. Járó Norbert. Jávorszky Farkas Bence. Juhász Ákos. Juráncsik Árpád Norbert, távolítében. Káldi Márk. Kaposi Benedek. Karancsi Eszter. Kas Dániel Péter. Kasznár Bálint. Kelemen Balázs Bálint. Kéri Márton Kristóf. Kincses Domonkos Balázs. Kis Bendegúz. Kis Krisztián. Kocsis Áron. Kociha Barnabás. Koller Krisztián. Korsós Krisztián. Kosár Dániel. Kostrup Tamás. Kovács Áron Bence. Kovács Bence. Kovács Márk.
Kovács Márton. Kovács Zoltán. Kötél Balázs. Kövér Bálint. Kuroli Gergely. Lengyel Márton Áron távollétében. Lente István Levente. Lukács Norbert László. Mező Imre. Mező Péter Bálint. Miglici Luca Katalin. Mihók Márton. Miklovics Zsolt. Minda Levente. Molnár Domonkos. Molnár Vince. Nagy Dániel. Nagy Vivien Andrea. Németh András. Németh Dorottya. Nyárai Horváth Ferenc. Nyerges Áron Olivér. Olá Krisztián. Ónodi Péter Krisztián. Orosz Kristóf. Palcsó Dávid. Pálfi András József. Parócai Soma. Pogácsás Anna.
Oled Botond Vince. Pongrácz Dániel Pál. Póta László. Budleiner Bálint. Rejtő Csaba. Romasz Ádám. Sándor Botond. Sára Bálint. Sáska Balázs. Schmitzhofer Márk. Sebők Henrik. Solnai Péter, Dénes Ágoston. Somogyi Márk. Sőregi Nix Alfred. Sújtó Enikő. Szabó Balázs. Szabó Márk. Szalkai Tamás. Szász Dániel. Szegedi Ákos Zsolt. Seifert András Gábor. Szenthuti Attila Bence. Szlama Vilmos. Szőke Domán Dániel. Szűcs Eszter. Takács Dominik Zsolt. Tápai Dániel Jenő. Tekeres Patrik. Tem Miklós Máté.
Tima Tamás Sándor. Tímár Marcell. Tomasics Nándor. Tóth Ákos. Tóth Dominik. Tóth Bucsek Levente. Török Ábel Tamás. Török Ákos. Török Gábor Péter. Prácher Mihály. Udud Balázs. Új Bence Tibor. Vargovics Tamás. Vasas Bence Barnabás. Vavrek Roland. Veres András Attila. Vesztergombi Ádám Norbert. Víg Zoltán Krisztián. Viszt Bonifác. Zahora Noémi Emma. Zrubko Zalán. Zsöllér Dániel. Valamint gépészmérnöki mesterképzési szakon oklevel szerzett Vámosi Ákos. Kedves kolléganők és kollégák, habár az előbb egyesével megtapsoltuk önöket, és többüknek jelentős szurkoló tábora is van, mint azt hallani lehetett, de mégis egy kicsit olyan vérszegény volt, úgyhogy kérem, hogy mindenki vegye le a kesztyűjét, és kapjanak egy közös nagy tapsot, jó? Egy, kettő, három. Most pedig elcsendesedve kérem, hogy hallgassunk ismét egy kis zenét a mérnök urak előadásában.
Ismét köszönöm szépen mérnök urak előadását. Kedves kolléganők és kollégák, kedves vendégeink, most pedig bejelentem, hogy a frissen végzett mérnökök nevében Kovács Bence úr kíván szólni. Felkérem Kovács Bence mérnök urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt dékán úr, tisztelt dékán helyettes urak, tanszékvezetők, kedves szülők, rokonok, és legfőképp kedves barátaim, vagy inkább mondjam, hogy kedves kollégák. Nehéz szavakat találni erre a pillanatra. Mikor gólyaként ültünk ugyanitt, még bele sem gondoltunk, hogy milyen élményekkel teli, és izgalmas út előtt állunk majd. Szeretnék meginvitálni mindenkit egy pár perc nosztalgiára, amelyben felidézhetjük, hogyan is váltunk gólyából gépészmérnökké. Ha visszagondolok, milyen volt gólyaként az első pár lépés a kampuszon, akkor csak az a kérdés jut eszembe, hogy ne haragudj, hol is van ez a terem? De végül hamar megtaláltuk az Audmaxot, és már szeretettel várt minket Farkas tanár úr a 3 órás gépszerk előadásával. Bemutatta nekünk, hogyan lehet tökéletes csavarkötést rajzolni szabadkézzel, ahogy mi még talán vonalzóval sem bírtunk lemásolni. De kezdeti ijegységünket legendás történetekkel nyugtatták a tankörvezetők és felsőbéves társaink. Sikert jelentett minden héten egy-egy hosszú előadás, gyakorlat vagy labor teljesítése. És így elkezdtünk hozzászokni a konzisztens, jó teljesítmény produkálásához. De még fejünkhöz sem kaphattunk, mikor berobbant a 7. hét, és előnk került az első zárt hely, amely után az Audmaxból kilépve megértettük, miért is nevezik az átjárót Sóhajok hídjának. A fél évek elteltével elérkeztünk az alapozó tárgyak végéhez, és belekóstolhattunk egy másik világba. A szakirány megválasztásával elindultunk egy új irányba, ahol már komolyabb, de annál vérpesdítő feladatok vártak ránk. Sajnos a mi képzésünk egy nagy hányadát végigkísérte a Covid-járvány, így elszakadtunk egy kis időre egymástól és a kampusz épületeitől. Mindenki részéről egy kihívás, egy teljesen új helyzet állt elő. De ez sem állított meg minket, és igyekeztünk a lehető legjobban teljesíteni. Szeretném megköszönni a rengeteg munkát az oktatóktól, hogy a helyzetből megpróbálták a lehető legtöbbet kihozni. De természetesen az egyetemi éveink nem csak a küzdelmekről és az éjszakákon át tartó tanulásról szóltak. Megismerkedtünk egymással, kialakultak életre szóló barátságok, és egy közösségben érezhettük magunkat. Együtt örültünk a sikereknek, és együtt vészeltük át az esetleges bukásokat. Csütörtök esténként vártak minket az Olc vagy a Drön kapui, ahol találkozhattunk és lazíthattunk egy-egy nehéz hét után. Részesévé válhattunk szakosztályoknak vagy öntevékeny köröknek, ahol közösen dolgozhattunk projekteken és a kari közéleten. Számomra mindig egy nosztalgikus emlék marad, ahogyan a nyílt napon hallhattuk Bihari tanár úr előadását arról, hogy milyen is egy műegyetemen végzett mérnök. És most itt állunk, hogy bizonyíthassuk, igaza volt. Az egyetemi éveink alatt nem csak rengeteg tudással lettünk gazdagabbak, megtanultunk küzdeni, precízen dolgozni és kitartani addig, amíg nincs kész a feladatunk. Nos, kedves kollégák, az emlékük velünk maradnak, és kívánom mindenkinek, hogy örömmel tekintsen vissza erre a pár évre. Sok sikert kívánok a tanulmányokat folytató, illetve egyetemet befejező hallgatótársaimnak. És kívánom, hogy sikeres mérnökként találkozzunk újra az életben. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Köszönöm szépen mérnök úr szavait. Még egyszer gratulálok Önöknek, kedves kolléganők és kollégák, a frissen megszerzett oklevelükhöz. További céljaikhoz kívánok sok sikert, kitartást, erőt, hitet és egészséget. És végezetül engedjék meg, hogy két dolgot kiemeljek Csobán adjunktus úr beszédéből. Ezek közül az első az, és talán ez a komolyabb, hogy a BME és annak a gépészmérnöki kara mindig visszavárja Önöket
legyen akár problémájuk, vagy csak szeretnének sétálni egyet a kampusz területén. A másik dolog, az pedig az, hogy adjunktus úr a beszéde elején említett egy exkluzív klubot. Ez a klub most még exkluzívabb lett azzal, hogy önök beléptek a kapuján, és hát zárásként csak annyit szeretnénk mondani, hogy üdv a klubban. Végezetül pedig kérem, hogy énekeljük el közösen a szózatot ünnepségünk zárásaként. Viva Tmer!